Az előző hétvégén a Nyírség egyik városában, Balkányban főttek és sültek a disznótoros ételek Szent András nap alkalmából. A disznóvágásnak vármegyeszerte nagy hagyománya van, vannak azonban olyan térségek, amelyek külön gasztronómiai ismertetővel rendelkeznek. Újfehértóról például a Meggy, Nagydobosról a sütőtök jut az ember eszébe. A vármegye és különösen a Szatmári térség gasztrokultúrájáról most a Máté Szalkai Déri Miksa szakközépiskola és technikum szakács növendékeinek tartottak előadást. Az eseményt a vármegyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben pályázat keretében valósították meg. Azért, hogyha szatmári ételekről beszélünk, annak is megvan a különleges jelentősége, és vannak olyan különleges ételek, amelyek csak itt a szatmári vagy akár a beregi vidékre jellemzőek. Ezek az ételek, maga a gasztronómia, az meghatározta a falusi embernek, a szatmári beregi embernek az életét, sokkal többet jelentett egy-egy étel, mint csak maga a táplálék, hozzákötődött az ünnepekhez, hozzákötődött a hétköznapokhoz, és minden egyes évszaknak megvolt az a sajátos étele, és megvolt az a sajátos terménye, amelyet használtak, és természetesen ezeknek jelentősége is volt. Nem csak táplálkozási célokat szolgáltak, hanem valóban a közösséget jellemezték, és a közösséget is összetartották valamilyen szinten. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gasztrokulturális történelméről és különlegességeiről Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója tartott előadást a diákoknak. Minden település igyekszik leginkább a gasztronómiai értékeire építeni manapság a különböző rendezvényeit, falunapjait. Gondoljunk csak a Sütőtök Fesztiválra, a Mirodai Dió Fesztiválra, a Penyegei Szenke Fesztiválra, vagy a Lapcsánka Fesztiválra, vagy a Mérki, vagy Vállai Sturdi Fesztiválra. Tehát mind-mind valamilyen közösség, valamilyen ételre, gasztronómiai értékre igyekszik a falunapját, vagy a közösségi életét felépíteni. Ezért nagyon fontos ez a mai alkalom is itt a Déri Miksa iskolában, hogy a gyerekek, akik egy kis tájból érkeznek, leginkább Szatmárból, Berekből van a vonzás körzete az iskolának, más-más faluból érkeztek, más-más etnikai összetételű faluból, és nagyon fontos, hogy megismerik, hogy értékeljék azokat az ételeket, amelyeket az édesanyja készít, vagy a nagyomája készített számukra, és hogyan hagyományozódik, hiszen ugyanazt az ízt érzi 50 évvel ezelőtt előtt is az édesapja, vagy amit a nagymama, és 50 évvel az unoka is ugyanezt az ízt, mert ebben ülnek fel. Tehát amit említettem, hogy a legtovább az ételeken keresztül őrzik meg a hagyományaikat a közösségek. Az eseményen elhangzott a térség gazdag gasztronómiai értékeit és hagyományait azért is kell népszerűsíteni a fiatalok körében, mert ezáltal tovább lehet erősíteni a vármegye turisztikai vonzerejét.